Évente rendeznek hangversenyeket a Tolnai Fuszi János Zeneiskolában. Idén az egyik ilyen esemény az a hangverseny volt, amin a tanárok szerepeltek. Az esemény különlegessége a tanárok szereplése mellett az volt, hogy nem csak a Tolnai Zeneiskola tanítói vettek részt rajta, hanem hívtak vendégelőadókat is, különböző zeneiskolákból. A zeneiskola növendékei ilyenkor nem szoktak szerepelni a hangversenyen, azonban van olyan kivételes alkalom, amikor a tanáraikkal együtt játszanak, ha azt a műsor megköveteli. Minden évben megrendezzük ezt a koncertet. Tulajdonképpen arról szól, hogy a tanárok is gyakoroljanak egy kicsit, és ilyenkor bemutatjuk azokat a műveket, amiket mi szeretnénk bemutatni a közönségnek, amiket még el tudunk játszani, mert hát azért már én mondjuk 50 éve diplomáztam, kicsit arrébban. Úgyhogy próbálkozunk széles repertoárt bemutatni. Például lesz egy részfúvós kvintet, lesz harsona, amit egyébként az iskolában nem tanítunk, mert hogy nincs ilyen szándék, hogy harsonázni tanuljanak a gyerekek. Ugye ez egy nagyobb méretű gyereknek megfelelő hangszer. Lesz trombita, lesz fuvola, ugye sok fuvolista jár az iskolánkba. Két fuvolás, zongorás, magyaros darabok lesznek Doppler Ferenctől. Például egy, akkor tangót is hallhatunk. Gitárosunk fog játszani szólóban, és reméljük, hogy mindenki be tudja mutatni azt a tudást, amit itt tanítani próbálunk a gyerekeknek. Hát most egy fuvolista kislány fog játszani velem, aki már nagyobb évfolyamos, mert egy olyan nehéz darabot tanult, amihez kellett a második szólamhoz még egy játékos, az én leszek, de egyébként a gyerekek nem szoktak ilyenkor játszani, tehát többnyire csak a tanárok adják elő ezeket a darabokat, viszont meghívtunk olyan kollégákat is a részfúvós ötösbe, akik a környező zeneiskolákban tanítanak, például Kalocsán vagy Baján. Összeállítunk egy olyan műsort, amit a kollégák szeretnének előadni, amit játszani szeretnének, meg hát ami technikailag megoldható még, mert ilyenkor nem feltétlenül biztos, hogy csak az évszaknak megfelelő darabokat játsszuk. Például a kolléganőm az egy piacola tangót szeretett volna előadni, mert olyat nem játszhatunk minden nap, úgyhogy ő azt választotta, de ez egy érdekes, mert mindenki saját maga választja ki, hogy mit szeretne játszani. Tehát nincs külön koreográfia erre. A hangversenyre érkezett Bajáról egy rész fúvós kvintet. A fúvósok a reneszánsz zenétől kezdve Bachon át egészen modern dalokat is játszottak. A hangverseny célja egyrészt a szórakoztatás volt, másrészt pedig a zeneiskola tanítói szerették volna újra átélni azt az időszakot, amikor még ők is tanulták ezeket a dalokat és nem tanították, valamint a tudásokat is szerették volna tovább fejleszteni. Még minden hangverseny fontos. Ez a hangverseny azért fontos, mert a kollégáimmal együtt muzsikálunk. Én körülbelül azt hiszem 4 éve ülök ebbe a kvintetbe, és hát reneszánszát éljük ennek az egésznek, legalábbis mi az 50-en túliak, hiszen olyan darabokat tudunk játszani, amit még valamikor fiatalabb korunkban, és hát nagyon szívesen tesszük ezt mindenféle fórumon, a falunapoktól kezdve, koncerteken, tanári hangversenyeken, fúvós találkozókon. És mindig örömteli dolog, amikor így fölléphetünk. A klasszikus kvintet vagyunk, tehát két trombita, harsona, kürt és tuba, és az előbb említett reneszánszokból is kapunk ízelítőt, vagy illetve adunk ízelítőt, játszunk Bachot, és játszunk modernebb számot is, libertángot majd a végén, meg hát attól függ, hogy milyen taps lesz, és hát mint minden zenekar mi is bekészültünk egy kis ráadással is, de hát ezt majd a végén meglátjuk. A zeneiskola tanárainak hangversenyén a közönség szép számmal vett részt. A nézők között helyet foglaltak fiatalok is, így a zeneiskola elérte célját a hangversennyel, a gyerekekkel megismertetni és megszerettetni velük a komoly zenét.